A járványhelyzet a Dunaszerdahelyi járásban is egyre rosszabb. Javít viszont a járás besorolásán, hogy az 50 év felettieknek már több mint a 75%-a megkapta a védőoltást. Az összlakosságra kivetítve ez a szám 56%. A pozitívan tesztelt személyek száma viszont hétről hétre nő. A legnagyobb ilyen ugrásszerű emelkedés az a múlt héten volt, amikor is az előző héthez képest 70%-kal nőtt a pozitív esetek száma. Azóta a növekedés ilyen alacsonyabb, most a 22%-nál tartunk ilyen heti szinten, de növekszik. Valószínűleg az az oka, hogy ugye az iskolákban, sok iskolában elterjedt a koronavírus. Itt a gyerekek ugye az osztályokban egymást fertőzték, és utána sok esetben a családokban azt tapasztaljuk, hogy hazavitték, és itt egész családok fertőződtek utána meg. A kulturális intézmények az aktuális járványügyi intézkedések alapján működnek. A Csapár Benedek Városi Művelődési Központban napi szinten figyelik a helyzetet. Novemberre több rendezvényt is lemondtak a szervezők, amelyeket valószínűleg már csak jövőre sikerül majd megtartani. A Városi Művelődési Központ ugye eddig teljes létszámmal, nézőközönséggel tudott működni. Ezt most úgy próbáljuk megoldani, hogy az oltottak jöhetnek, az oltottaknak biztosítjuk az előadásainkat. Ezt minden internetfelületen és minden médiában feltüntetjük, hogy a VMK így működik, úgyhogy kérjük a közönséget is, hogy tartsa ezeket a szabályokat. Ellenőrizzük az ajtónál is a beoltottságot, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy rendbe tudjon működni a Városi Művelődési Központ. Ami a vendéglátóipari egységeket és a fitnesscentrumokat illeti, attól függően üzemelhetnek, hogy melyik működési formát választották. Azok, amelyek csak az oltott vendégeket engedik be, a piros besorolásnál korlátlanul megtehetik ezt. Azok viszont, amelyek az úgynevezett OTP rezsim szerint működnek, vagy pedig mindenkit beengednek, meg van határozva, hogy mennyi embert fogadhatnak.